Szabadság hangjai címmel az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének emlékére verseket, dalokat hallgathattak a gyergyószentmiklósiak. Gyergyószék több települése jelentkezett a Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott programokra. Szerdán Budapesten kezdődik a Gyergyói Hoki Klub Ferencváros elleni elődöntő sorozata az Erste Liga jégkorongbajnokságban. Hírek a Fénytelevízióban március 14-én. Köszöntöm a nézőket! Vasárnap kezdődött Gyergyószentmiklóson az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulójára szervezett városi emlékünnepség. A délelőtti szent misét, illetve istentiszteletet követően a Szabadság hangjai címmel rövid ünnepi műsort hallhattak a gyergyószentmiklósiak. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulója alkalmából vasárnap délelőtt versek, énekek csendültek fel idén is a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal erkélyéről. Antal Csenge, Fodor Dorottya, Köllő Eszter, Vormájer Hanna és Forika Sebestyén előadásában. Petőfi Sándor, a szabadsághoz. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban értett. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állam. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkoskáim bújdokoltál, szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett, ki neked sírtásod. Bevezettünk, és uralkodás véget elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millióm s millióm fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedéseid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől férted. Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlót, s lesz sereged ezer és ezernyi. Kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindjárt, feljövünk a sírból éjféltárban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni. Immáron kísértő lelkeinkkel. Gyergyó felé fájra az ég, édes rózsám élhet személy, élek szívem nem hútam meg, egy szerencsédre maradtam meg. Zúg a harang vasárnapra, ne vár rózsám a templomba, szolgálónak nincs vasárnap, éjjel-nappal parancsolnak. Az ünnepi megemlékezés március 15-én folytatódik, kedden 13 órai kezdett el a Petőfi szobornál lesz koszorúzás. A megemlékező ünnepségen közreműködik Vitéz Szilágyi Árpád, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület férfikara, a Gyergyószentmiklósi Fúvós Zenekar, valamint a Salamon Ernő Gimnázium diákjai.
A gyergyószentmiklósi megemlékezések sora a Bekecs Néptánc Színház Keresztúton című előadásával zárul, amely a bukovinai székelyek kálváriáját mutatja be. Az előadás 19 órakor kezdődik, a belépők ára a felnőtteknek 20 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. A Gyergyószéken várható fejlesztésekről szólt Barti Tihamér, a Gyergyó területi RMDS elnöke. 2021-ben a fejlesztési minisztériumnál infrastruktúra fejlesztésre lehetett pályázni. Gyergyó térségéből több település élt a lehetőséggel. Vízcsatorna hálózat, illetve útjavításra lehetett pályázni a fejlesztési minisztériumon keresztül. A Gyergyói medence több települése jelentkezett a programra, tudtuk meg Barti Tihamértől, a Gyergyó területi RMDS elnökétől. Az elmúlt időszakban a polgármesterekkel átbeszéltük, hogy milyen fejlesztésekre van szükség Gyergyó medencében, ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni, és akkor megfogalmazott egy néhány alap infrastruktúrális fejlesztés. Az alap infrastruktúrális fejlesztések alatt értem a vízcsatornahálózat, ezen kívül a gázhálózat, villanyhálózat és az utak természetesen. Ezen kívül persze beszéltünk egyéb civil építkezésekről is, viszont a fejlesztési minisztériumnál beazonosítottunk mi is egy néhány olyan lehetőséget, amely ezeket az előbbieket tudja kezelni. Azt kell tudják a nézők, hogy a tavaly volt lehetőség arra, hogy vízcsatornahálózat, illetve útépítésre tevődjenek le a fejlesztési minisztériumhoz pályázatok. Gyergyószékről is nagyon sok pályázat leadódott. Itt még fogunk finomítani, mert a víz- és csatornahálózatot át fogjuk vinni valószínű a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, hiszen voltak egyeztetéseim Táncos Barna miniszterúrral is, vannak ott is pénzügyi alapok. Úgy érzem, hogy ezekkel a fejlesztésekkel, amit a Fejlesztési Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztériumnál meg tudunk valósítani, a víz- és csatorna kérdéskörét így Gyergyószéken meg tudjuk oldani. Ezért is voltak a költségvetésben benne Gyergyószentmiklós esetében is a vízgyűjtő gátak kérdésköre, a bővítések, hogy végre valahára a medencének a vízellátását biztos szintekre lehessen hozni, és 21. századi szintre. Emellett most vannak az elbírálások az utas pályázatoknak, ez most folyamatban van, prioritizáltuk az önkormányzatokkal, illetve a minisztériumban hetente vannak nekem egyeztetéseim, hogy miként lehet több forrást hozni Gyergyószékre, Hargita megyébe, Székelyföldre. Barti kihangsúlyozta, a Gyergyószentmiklósi és a Gyilkostói víz- és csatorna hálózat a legnagyobb probléma a medencében. Eredetileg ezt a munkálatot 2022 évvégéig kellene elvégezni, de mivel a kivitelező nem kezdte meg a feladatát, várhatóan halasztásra kerül sor. A Gyergyószentmiklósi és a Gyergyószentmiklóshoz tartozó Gyilkostónak is a víz- és csatornahálózat a legnagyobb probléma egyébként a medencében. Tehát Gyergyószentmiklós van leginkább visszamaradva, ami a víz- és csatornahálózat kiépítéséről szól, illetve a meglévőnek a felújításáról. A munkálatok folynak nagy részt, kivéve a Gyilkostónál. A Gyilkostónál úgy van, hogy nem kezdte el a beruházást az, aki megnyerte a közbeszerzést. Egy annyit még el kell mondanom, hogy az RMDS lobbinak köszönhetően a meglévő szerződéseknek mind voltak nem elszámolható költségei, vagyis önrész, amit a város hozzá kell tegyen, illetve az árak úgy megnőttek, a cső és egyéb árak, ezt érezzük a bőrünkön, hogy a meglévő szerződések körülbelül egy olyan 12 millió lejjel nőttek meg, amit a város kellett volna álljon. 12 millió lej az nagyon-nagyon sok a városnak. Ezt úgy néz ki, hogy most meg tudjuk oldani kormányzati támogatással. Most én dolgozok ezen most már egy néhány hónapja, és heteken belül ki fog jönni az a szerződés kiegészítés, amiben ezt az összeget átvállalja a kormány a város helyett. Ezt azért mondtam el, mert ez a teher lekerül a város válláról, és ezek a szerződések lesznek azok, amelyek nem csak az összeget rendelik hozzá a szerződéshez, hanem meghosszabbítják az idei év végéig tartó egyébkénti szerződési határidőt, mert idei év végéig, még két évvel, ahogy én egyeztettem a vezérigazgatóval a minisztériumban, azt tudom mondani. Remélem, hogy ezek így be is kerülnek, és akkor meghosszabbítódik. Egyébként az idén év végéig be kellene fejezni a munkálat Gyergyószentmiklóson, munkálatokat,
amit én személy szerint nem látom lehetségesnek. Az eddigi tempó és munka módszer alapján. A területi elnök kihangsúlyozta, az itt élők és a turizmusfejlesztés szempontjából is nagyon fontos, hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósuljon. Vasárnapról hétfőre virradóan 0 óra 31 perckor 4,2-es erősségű földrengés volt Fráncsa megyében, jelentette az Országos Földfizikai Intézet. A földrengés 103 kilométeres mélységben következett be, epicentruma Brassótól 88, Bákótól 88, Ploiestől 107, Galactól 108 kilométerre volt. Ebben a hónapban ez már az 5. földrengés Romániában. A hétfő hajnali volt a legerősebb, 4,2-es a Richter skálán. Tavaly a legnagyobb földrengést május 26-án mérték az ország területén, az 4,7-es erősségű volt. Népes közönség fogadta a Csík terület ifjúsági tanácsának kezdeményezésére elindított ifjúsági karavánt. A két hónapig tartó program záró mozzanataként egy konferencián vehettek részt az érdeklődők. A záró konferencia résztvevői a pályázati lehetőségekről való alapos tájékoztatás mellett betekintést nyerhettek a megyében zajló ifjúsági programok színes kínálatába is. A Csík terület ifjúsági tanácsa szervezésében elindított kezdeményezés az ifjúsági karaván záró mozzanatához érkezett. A népes közönséget Hargita megye tanácsának márványtermében fogadták. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt akkor, amikor novemberben szervezték a tisztújítást, hogy a csíkszéki ifjúsági karavánt úgymond prioritásként kezeltük, és a január-februárt teljesen ráaldoztuk arra, hogy lejárjuk azokat az ifjúsági szervezeteket, akik helyileg úgymond aktívak és aktív részét képezik úgymond a közösségnek. És a mai nap volt arra a bizonyíték, hogy mennyire jó is volt ez az elmúlt két hónap, hiszen rengeteg fiatal jött el ma ide, és én azt gondolom, hogy gazdagabban távoztak, mint ahogy idejöttek, ami az ifjúsági pályázatokat illeti. Amit üzenetként én megfogalmaznék, az egyrészt a bátorság, és az, hogy ne féljünk az idegen dolgoktól, ne féljünk az ismeretlentől, és kérdezzünk, hogyha bármilyen olyan típusú elakadás van, ami esetleg tapasztalat hiányában merül fel, akkor azt gondolom, hogy akár a CTT, akár a fejlesztési ügynökség, akár a megyei tanács az intézmény, akihez bizalommal és bátran forduljanak. A záró konferencia résztvevői a pályázati lehetőségekről való alapos tájékoztatás mellett betekintést nyerhettek a megyében zajló ifjúsági programok színes kínálatába is. Pár héttel ezelőtt a CTT bukósághoz szervezésében ellátogattak Csíkszentendrére, és volt szerencsém részt venni egy ilyen karavánon, és nagyon örülök, hogy most itt lehetek, együtt látni ennyi sok fiatalt, akik egy közös cél érdekében tevékenykedni próbálnak, és nagy reményeket fűzök az ifjúsági szervezetek működésére vonatkozóan, és remélem, hogy minden terv, amit kitűztek célul, az révbe ér. A programba közel 200 fiatal kapcsolódott be az elmúlt időszakban. Az intézményvezetők, elöljárók bíznak a kezdeményezés sikerében. Az az igazság, amikor a Csíkterület ifjúsági tanácsát létrehoztuk, akkor valószínűleg, hogy azon fiatalok egy jelentős része, aki ma itt volt, az akkor még nem volt megszületve, úgyhogy szinte azt is tudom mondani, hogy majdnem egy másfél generációs távolságban vagyunk, de örömmel láttam, hogy vannak fiatalok, tenni akaró fiatalok, és a tenni akaró fiataloknak a szárnyait azt kell hagyni, hogy bontakozzák ki, álmodjanak, repüljenek, próbálják ki magukat, és nekünk, ha azt akarunk, hogy utánunk egy egészséges társadalom fejlődjön ki, lehetőséget kell adni az utánunk jövő fiatalok számára, és hát a Hargita megyei tanács, illetve annak az intézményi rendszere 101 programban szinte azt is tudom mondani, hogy több millió eurós éves költségvetéssel ebben kíván maximális partnerséget nyújtani. Csík terület ifjúsági tanácsa a jövőben évente több ilyen karavánt is szeretne megszervezni. Várják a fiatalok, ifjak jelentkezését a meghirdetett programokra, pályázatokra, és karöltve a partnerszervezetekkel szívesen segítik őket elindulni az álmaik megvalósításában.
A Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal értesíti az érintetteket, hogy március 15-én kedden 11 és 15 óra között osztják a fűtéstámogatást, az úgynevezett fapénzt, valamint az energiakiegészítő juttatást az arra jogosultaknak a Szociális Igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén. Ezúttal kifizetésre kerülnek a januárban igényelt, valamint a korábban fel nem vett támogatások is. Újabb drágulási hullámmal kell szembenézzenek a hazai vállalkozók, és ezzel együtt a lakosság is. Az orosz-ukrán háború hatására megugrott a gabona ára, és gabona hiány is kialakult egyes európai országokban is. Az orosz-ukrán háború hatására megugrott a gabona ára, ami további problémák elé állítja a már amúgy is nehéz helyzetben lévő hazai pékségeket. A fennmaradáshoz áremeléseket kénytelenek eszközölni. Az energiahordozók és az üzemanyag drágulása miatt több ízben is jelentős árnövekedést jegyeztek a gabonafélék piacán, főként a búza és a kukorica ára ugrott meg. Az Ádévarul országos napilap friss beszámolója szerint február 1-től a búza ára 34%-kal, a kukoricáé pedig 40%-kal emelkedett. A szakemberek az orosz-ukrán háború miatt további drágulást jósolnak ezen a téren, mivel Ukrajna és Oroszország a globális búzaexport 23%-át biztosítja. Egyes országokkal ellentétben nálunk emiatt gabona hiányra nem kell számítani. Románia önállátó ebből a szempontból, sőt, maga is exportál. A gabonafélék világpiaci árának növekedése viszont nálunk is drágulásokhoz vezethet. A hazai pékségek az elmúlt hónapokban már többször is kénytelenek voltak növelni az árakat, a jelenlegi bizonytalan helyzetben viszont egyelőre kivárnak. Bírságra számíthatnak az étolajat indokolatlanul drágító gyártók és forgalmazók, tájékoztat az Ager Press. Mától ellenőrzések kezdődnek azoknál a bevásárló központoknál és online forgalmazóknál, amelyek az utóbbi napokban indokolatlanul megemelték az étolaj árát, jelentette be tegnap Florin Spataro gazdasági miniszter. Spataro közölte, a mezőgazdasági miniszterrel közösen ellenőrizték az olajkészleteket, amelyekből elegendő tartalékuk van elmondása szerint. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot, ne reagáljon a pánikkeltő üzenetekre. Leszögezte, az olajár emelkedésnek semmiféle gazdasági megalapozottsága nincs. Arról is biztosított, hogy a forgalmazók ellenőrzése után az úgynevezett olajkrízis is le fog járni, ahogy ez az üzemanyag esetében is történt. A Gyergyói Hoki Klub bejutott az Erste Liga jégkorongbajnokság elődöntőjébe, ahol az ellenfél a Ferencváros csapata lesz. Az első két mérkőzés szerdán, illetve csütörtökön lesz Budapesten, majd a folytatásban vasárnap és hétfőn Gyergyószentmiklóson játszanak. 4 mérkőzést kell megnyerni a döntőbe jutáshoz. A legjobb 4 csapat közé került a Gyergyói Hoki Klub az Erste Liga jégkorong bajnokságban, ahol az ellenfele a Ferencváros csapata lesz. A piros-fehérek már Magyarországon készülnek az elődöntőre. Guga Attila másodedző telefonon válaszolt a fénytelevízió kérdéseire. Már ki is indultunk a tegnap, vagyis vasárnap reggel. Azért is indulunk ilyen hamar, mert mindig itt nálunk érden azért megvannak a kellő feltételek a készüléshez. Ma, holnap, vagyis kedden tudunk nyugodtan edzeni, jó környezetben, jó pálya, jó jég, jó az öltöző, a fiúk szeretnek itt lenni, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy időbe indulunk. Hogy hamar befejeztük tehát az első kört, mert így akkor több időnk maradt nekünk a regenerálásra, igaz, mert azért nem volt egyszerű. 4 kemény meccset játszottunk, voltak kisebb sérülések, amiket ez idő alatt helyre lehet hozni, úgyhogy ez is egy pozitívum. Kérdés volt, hogy a Csíkszeredai Sportklub vagy a Ferencváros csapata lesz a Gyergyói Hoki Klub ellenfele az elődöntőben. A korábbi mérkőzéseket figyelembe véve egyik ellen sem lenne könnyű a döntőbe jutni. Hogy a Fradi ellen miként tud bizonyítani a gyergyói együttes, hamarosan kiderül. Vagy a Szereda, vagy a Fradi lesz. Na most, hogy a kettő közül melyik lett volna jobb nekünk, az az igazság, hogy erre majd csak egy hét múlva tudok válaszolni. Tudnélik, mind a két csapat nagyon erős. Most van olyan, amiben a Szereda jobb, van amelyikben a Fradi jobb, de így összességében tényleg azt kell mondjam, hogy két kemény csapatról beszélünk.
Az az igazság, hogy ahhoz, hogy megnyerd a ligát, tehát mindenkit meg kell verjél, vagy mindenkin át kell menjél. Úgyhogy most mi ezen így nem is nagyon filózunk, hogy most a Fradi vagy a Szereda kellett volna nekünk. Jó van ez, készülünk, már nekiálltunk, elemezzük őket, dolgozunk, ma már égre is visszük a dolgokat, úgyhogy szerintem jó ez, hogy így most így a Fradival vagyunk. Az elődöntő szerdán romániai idő szerint 18 óra 15 perckor kezdődik Budapesten, majd csütörtökön ismét ott játszanak. Aztán a folytatásban két mérkőzés lesz Gyergyószentmiklóson. Nem lesz egyszerű az utazgatásokkal nehezített találkozó sorozat, de a gyergyói csapat mindent megtesz, hogy megbirkózzon az akadályokkal. Nem egy egyszerű széria ez. Nagyon megterhelő fizikailag is, de mentálisan is, úgyhogy nem lesz egyszerű. Sűrűn vannak a mérkőzések, most játszunk kettőt, két nap után otthon, persze még az utazás is, megint két mérkőzés jön, vasárnap meg hétfő, utána már minden második nap lenne mérkőzés, tehát az ötödik, hatodik, hetedik mérkőzés az már minden második nap következne, és amikor egy ilyen nagyobb távolságról van szó, mint Pest-Gyergyó, akkor nem is kell lecseteljem ezt, hogy nem egy egyszerű dolog, hogy leszállni egy mérkőzésről, nyomban ülsz fel a buszra, utazol, azért mert rá két napra úgymond megint mérkőzés van. Na de a srácok azok tudják, profi játékosokról beszélgetünk, úgyhogy ebben számolunk, és úgy gondolom, hogy készen állunk. A gyergyói hoki klub célja, hogy legyőzze a Ferencvárost és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Szeretnék minél tovább eljutni ebbe a ligába, akár a döntőig, vagy akár a döntőt is megnyerni. Az, hogy most már az első nagyobb célkitűzés sikerült, az, hogy az első négybe bejutottunk, ez már nekünk nagyon jó. Persze nem vagyunk ebben megelégedve. Minél többet szeretnénk elérni, ahogy mondtam, ebbe a szezonba. Ebben így vannak a játékosok is, úgyhogy mindent bele fogunk adni. Úgy gondolom, hogy tényleg örömet okozzunk az embereknek, meg hogy írjunk egy kis történelmet, ha már itt tartunk. A Bagosi Brothers Company tagjai legutóbbi koncertjükön magukra öltötték a gyergyói hoki klub mezét, és egy dallal üzentek a csapatnak, hogy így biztassák őket. Úgyhogy mindenképp szeretünk volna a hoki csapatnak üzenni egyet, ez egy hatalmas nagy dolog számunkra is, és azt mondjuk, hogy a következő számot azok, hogy nekik dedikálnánk, egy picit ilyen, hát nem annyira sport szellemiségű, de a hokiban mindig szokták mondani, hogy minden sportban, hogy azért mindig nem lehet a múltra gondolni, mindig a soron következő meccsre kell gondolni, hogy ez az éj a mának a holnap lesz valami. Nap jutott tudomásunkra a buszon, amikor már együtt volt a csapat, ugyanis reggel korán indultunk, fél nyolckor, és úgy a buszon akkor jutott el hozzám is ez az info, szóval nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, ez is egy plusz motiváció részünkről, és abban reménykedek, hogy mi is vissza tudunk üzenni nekik majd a döntő előtt, vagy esetleg a döntő megnyerése után is, kellő módon persze. Szerdán tehát elkezdődik az elődöntő sorozata a gyergyói hoki klub számára. A csapat a magyarországi és a hazai szurkolók biztatására is számít a mérkőzések során. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet. A Fénytelevízió műsora a Főnix konyhával folytatódik. Maradjanak velünk. Szép estét, viszontlátásra!